Mióta kerül megrendezésre mezőtúron ez a Kung Fu bajnokság? Ez a Wing Chun bajnokság 2012-ben kezdődött, elsőnek akkor rendeztük meg egy első kis versenyünket, majd 2014-ben lett a következő, és idén van a harmadjára. Honnan jött az ötlet? Hát az maga az alapötlet már évek óta megy, kb. 10-15 éve a Wing Chun Szövetség szervezett házi bajnokságokat, kis házi versenyeket, saját kis rugbai közötti fölmérést, majd utána kezdtünk arra, mivel már szakszövetségi versenyekre, európai versenyekre is jártunk ki, hogy magas szinten el kéne kezdenünk a utánpótlás nevelését. És akkor jött újra az ötlet, hogy akkor más klubokat, más egyesületeket, stílusokat is hívjunk meg, Wing Chun stílusokat, a stílus népszerűsítésére és a maga súlyemelésére. Minél népszerűbb, ismertebbé legyen a stílusunk. Hogyan készültök egy ilyen országos rendezvényre? Hát maga a versenyszervezés egy évvel előtte már megkezdődik. Az időpontot mindig úgy szoktuk kialakítani, hogy az utolsó Kung Fu szakszövetségi verseny, tehát a döntőnek, az időpontja az 2 hétre. Addig regenerálódnak a versenyzők is, és fel tudnak készülni egy újabb megmérettetésre. Ezeket a versenyeket mi már előre tudjuk mindig, tehát én már 2016-os éveket hamarosan megkapom, a kiírás is meg fogjuk csinálni. Tehát maga az alapszervezés egy évvel. Kiküldjük a meghívókat, versenykiírásokat azoknak az egyesületeknek, akik nem nagyon szoktak versenyezni, hogy legyen idejük megcsinálni a felkészülést, a sportorvosi papírokat, mert nagyon sok helyen van, amikor 2-3 hónap mire meg tudják szervezni ezeket, ezek felkészüljenek, magát a verseny szabályokat kiküldjük, mik azok a kategóriák, amiben lehet indulni, milyen feltételekkel lehet indulni, esetleg sportfelszerelések kellenek, akkor miket kell beszerezniük, mire kell figyelniük. Majd a közvetlen felkészülés, a szervezés 1-1,5 hónap előtte kezdődik, mikor elkezdenek bejönni a nevezések, súlykategóriákba, életkorokra, külön szedjük gyerekeknél, külön a felnőtteknél, külön a kategóriákat, formagyakorlat, csiszó, küzdelmekből is a full contact, light contact kategóriákat, és úgy kezdjük fölvenni a kapcsolatokat a különböző egyesületekkel is, külföldi egyesületekkel, stílusokkal, akiket szeretnék meghívni. A küzdelmi rész az egy teljesen nyitott, a Kung Fu szakszövetségnek a egyesületeit hívjuk meg, azokat a stílusokat, akik úgy látjuk, hogy maga a szabályrendszert elfogadják. Hány mezőtúri versenyző indul a mai országos rendezvényen? Jelen pillanatban 15 versenyzőt tudtunk hozni, nagyon sajnos lett egy kis sérültünk, betegek is lettek most a kisgyerekek közül, így csak 15-19 volt tervezve, de sajnos sors közbeszólt. Kinek javaslod ezt a sportágat? Hát magát a sportágnak nem mondanám, maga a Wing Chun egy harcművészeti stílus. A sportoknak igazából a versenyrendszereket szoktak mondani, amikor egy versenyszabály szerint kell valamit megoldani. A Wing Chunnak a formagyakorlat része az a tradicionális. Abból már utána ki lehet egy kicsit emelve a csiszó, az már kicsit tradicionális, kicsit modernebb. Maga a küzdelmi rész az teljes mértékben, főleg a full contact, az a modern stílus, mert versenyszabály szerint. Maga a tradicionális rész bárkinek. Maga az alaprész, formagyakorlaton kívül azok a technikák, amiket alkalmazunk, ez egy kortalan. Nem kell hozzá akrobatikus ügyesség, nem kell hozzá semmi. De maga az alap élet ösztönszerű mozdulatainkra építik rá a rendszert a neki kifejlesztő Kínában. Küzdelmi részeknél az életkorokat inkább minél korábban próbáljuk az alapokat megtanítani a gyerekeknek, kéztechnikákat, azokat 9-10 évesen korban el lehet kezdeni, 35 az, amit a szabályok szerint be kell fejezni a küzdelmi részt. Utána még vannak küzdelmi részek, de azok már nem pontértékű, nem hivatalos ranglistára kerülnek fel a senior kategóriák, mint ez is itten, amik nálunk is vannak senior versenyzők, akik már csak hobbiból járnak. Ők nemzetközi versenyeken is részt vehetnek, de nem pontértékű, tehát Európa-bajnokság, világbajnokságon sajnos nem indulhatnak, és a Magyar Kung Fu Szakszövetség versenyén is indulhatnak. Formagyakorlatból igen, de küzdelemből már nem. Milyen sikereket értek el a mezőtúri versenyzők, és mit vártok ettől a mai naptól? Hát a versenyzőink 2006 óta vannak rendszeresen azokon a versenyeken, amit a Magyar Kung Fu Szakszövetség és a Csambó Szövetség szervez. Hát országos bajnokokat, magyar bajnokokat tudtunk már felmutatni, különböző dobogósaink vannak nagyon sok. Formagyakorlatrendszerből is, most már 2-3 éve van a Wing Chun formarendszer is már benne a kategóriák között, és több országos magyar bajnokunk van. A nemzetközi versenyekünk 2 kategóriába indultunk, Európa Kupán és Európa Bajnokságon, amit a EVUF védjegye alatt indítottak. Ott is dobogós helyzetünk lettek, és Európa Bajnokunk is van. Ezen kívül Európa Kupa győzteseink vannak, vagy a Wing Chun formában pont szerző helyeink is vannak. Kik vesznek részt ezen a mai országos versenyen? Tehát milyen városokból érkeztek ide ma?
Hát pontosan, hogy hány városból nem tudom, mert némelyik egyesületnek több városban van szakosztály, klubjai, versenyzőket nem tüntetik föl, hogy melyik onnan jött. Inkább összegzésként mondanám, hogy magyar csapatok közül 6 olyan Wing Chun stílus van jelen, aki Magyarországon képviseltetik magukat, a miénkkel egybevéve. Ezen kívül a Shaolin iskolákból 2 csapat jött el, Romániából is jöttek egy Wing Chun stílus, és Szerbiából török becséről a testvérvárosunknak a Szanda csapata jött el, Radmiko Tadics vezetésével. Ő a Szerb Kung Fu és Wushu Szövetségnek az elnöke. Milyen jövőbeni terveitek vannak? Hú, nagy tervek vannak, nagy lehetőségeink is vannak. Jelen pillanatban több olyan megbeszélésen, tárgyaláson vagyunk, hogy nagyobb szövetséget, szervezetet szeretnénk létrehozni, különböző külföldi versenyeken részt venni, és külföldi csapatokat meghívni mezőtúra és versenyre, vagy Magyarországon történő olyan versenyekre, ami nyíltak. Tehát külföldi csapatok is jöhetnek, ővelük kapcsolatokat vettünk föl, ők is keresnek minket, hogyha tudunk valami versenyről, jelezzük feléjük, regisztráltassuk magunkat, őket is befele. Egy jó kapcsolattartást hoztunk létre, tehát vannak tervek, vannak álmok. Akkor szükségetek lenne az utánpótlásra. Mondj egy pár szót, hogy miért érdemes elkezdeni. Hát igazából mindenki önmagáért kezdi el. Tehát a legnagyobb ellenfele mindenkinek önmaga. A lustaságot legyőzni, magát azokat a dolgokat, ami a hétköznapban vannak, és kiülni a kockák elől, a gépek elől, átmenni a való világba, ami itt van. A gyerekeknél, amire el is szokták, igazából kell maga mozgás szeretet. Egy újabb mozgáskultúrát tanulnak meg, koordinációk fejlődnek, mozgáskoordinációk, szemreflexek, kézreflexek, térlátást fejlesztjük a gyerekedzéseken, egyensúlyfejlesztések vannak. Ezen kívül még tériszony leküzdésére használunk dolgokat, mert vannak olyan formarendszerek is, amik elég magasugrásokkal történnek, és nem mernek a gyerekek maga azért felugrani, mert hogy szédülök, ilyesmi. Jelen pillanatban egy több wushu mesterrel is tárgyalunk, beszélgetünk, hogy magyar mezőtúron wushu oktatás is jöjjön létre. Ez nagyon újfajta mozgásrendszer lenne itt nekünk, ezt külön tanulnunk kell. Meg a megmérettetés. Mindenkinek szüksége van úgymond, hogy egy kis elismerésre. Nagyon sok olyan gyerekünk van, akik igazából tanulmányi eredményből nem magasak, nem kitűnőek. Bejönnek egy ilyen versenyre, megtanulnak dolgokat, be tudják mutatni, hogy ők is tudnak valamit, meg tudják villantani a tehetségüket, ez nagyon sokat jelent nekik. Meg amit mostanában az agresszió. Nagyon sok gyerek fiatal tapasztaltam, láttam, hogy szeret verekedni. Mondtuk, jó, gyere, próbáld ki, de itt nem csak az, de kapsz is. Megtanulják a gyerek tisztelni az erőt, tisztelni egymást, és nagyon észre lehet venni, hogy azok a srácok, akik fuzumosabb itali járnak küzdelmi versenyekre, teljesen megváltozott a hozzáállásuk maga az agresszióhoz. Higgadtabbak, nyugodtabbak, kimértebbek. Tanulmányi eredmények is javulnak, mivel megtanulják, hogy magával a problémával szembe forduljanak, ne elforduljanak. Ez lenne egy matek lecke, egy orosz lecke, bármi. A manapság igazából azt mondom, hogy angol mellé orosz nyelvleckét is meg kell tanulni. Egyre nagyobb elvárás lesz mindenki fele, és hát itt meg tudják ezeket oldani a gyerekek, megtanulják. Mit tegyen az a szülő, aki beszeretné íratni a gyermekét kungfura, vagy pedig felnőttként szeretne csatlakozni hozzátok? Természetesen jöjjön az edzéseinkre. Edzéseink helyszíne a Rákóczi Általános Iskola kis tornaterme. Jelen pillanatban az edzésidők hétfő, szerda, pénteken vannak edzéseink, ami a tradicionális Wing Chun-nal kapcsolatosak. 5-től 6-ig délután 17 órától 18 óráig a gyerekedzések vannak, 18 órától 20 óráig a felnőtt edzések. Keddenként Málkics Karcsi vezetésével csikung, tehát egy egészségmegőrző mozgás terápiák vannak, csütörtökként fizikai erősítések vannak, kondicionális erősítések, oda főleg hölgyek járnak. Ez így ingyenes oktatás, edzés, onnan azért hoztuk létre, hogy olyan emberek is le tudjanak jönni, be tudjanak szállni, akiknek mondjuk se ideig, se anyagi lehetőség, hogy egy rendszeres szervezet körülmények között menjenek, fitnessztermek, bárhova, mert nem tudják megoldani olyan munkabeosztású, de azért egyszer-egyszer ide le tudnak jönni, meg tudnak tanítani nekik olyan dolgokat, amit otthon is tudnak csinálni. Mit jelent mezőtúrnak ez a Kung Fu rendezvény? Nagyon örülünk annak, hogy egy országos verseny megrendezését, ennek a lehetőségét kapta meg mezőtúr, illetve hát a Kung Fu Egyesületünk. És hát ilyenkor az ország több pontjáról érkeznek hozzánk vendégek, és hát nem csak a határainkon belülről, hanem túlról is, hiszen Nagybányáról és Törökbecséről, testvértelepülésünkről is vendégül látunk itt ezen a napon versenyzőket. Úgyhogy ilyenkor természetes az, hogy ha egy jól sikerült eseményen vesznek részt a vendégeink, akkor mezőtúr jó híre az ugye fut szét a nagyvilágban, és itt ugye ebben az esetben a határainkon túlra is elkerül, bár Törökbecsén természetesen ismernek bennünket nagyon sokan, de én úgy gondolom, hogy mindig pozitív az, hogyha egy városon túlmutató esemény megrendezése kerül ide mezőtúrra. Nagyon büszkék vagyunk a kungfusainkra, hiszen évek óta szép eredményeket érnek el, és Pápai Károlynak külön köszönöm azt, hogy
hosszú ideje irányítgatja őket, neveli, edzi a fiataljainkat, és hát ez meg is látszik az eredményeken, úgyhogy hamarosan majd sport évzáró ünnepségünk lesz. Biztos vagyok benne, hogy találkozunk ebből az egyesületből is szép számmal a fiatalokkal. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy egy sikeres verseny lesz, és hát abban is bízom, hogy nem ez az utolsó ebben a sportágban. Az önkormányzatunk is támogatta, a közművelődési sport Kft. Is rendelkezésre bocsájtotta a csarnokot, tehát ez másképpen nem is megy, és köszönöm azoknak a további támogatóknak, akik a mai nap versenyének a megrendezését lehetővé tették, hiszen a Karcsi elmondta azt, hogy néhányan azért mezőtúrról anyagilag is támogatták a céljai megvalósításában őket, úgyhogy köszönöm minden támogatónak azt, hogy lehetővé tette, hogy egy ilyen színvonalas esemény kerüljön mezőtúra. Reméljük, hogy nem lesz sérülés, és mindenki épségben tér haza. Miért tartotta fontosnak megjelenni ezen a mezőtúri eseményen? Prvo da kažem da Mezetur i Novi Bečej da su dugo godina zbratimljeni gradovi. Hogy Törökbecsei és Mezőtúr testvéri város, és akkor azért tartta fontosnak, hogy eljönnek, hogy barátkozzunk. Miért fontos a sportolókkal a kapcsolat? Kao što sam ovo malo pre rekao, nastavak te bratske saradnje je i saradnja sportova. Ranije su dolazili ovde i iz Mezatura su bili u Novom Bečeju sportisti iz raznih, fudbal, kuglanje i ostali, a nas je spojio Lacitić Šeći, koji je trener kickboks kluba i sada smo Papa i Karolj i mi nastavili ovu saradnju. Ez ahogy említette, hogy fontos a kapcsolat. Ez az évekileg, ez a több sportolók jöttek, fotball, kugli, kosárka, stb. És ez a László mezőtúrú, aki kickboxos, az ismertetett meg minket a szervezővel, Karcsival, és próbáljuk, hogy fenntartsuk ezt az egész kapcsolatot, és tovább vigyük, hogy fejlesztjük az egészet. Milyen eredményre számítanak a mai nap folyamán? Šta ćemo osvojiti, da li ćemo osvojiti nešto ili šta se nadamo, šta će biti? Naš cilj je ovde da se saradnja nastavi. Nadamo se da će borbe biti dobre, da će biti dobar kvalitet, a nek pobedi bolji. Igazából azért vagyunk itt, hogy barátkozunk, meg hogy vigyük tovább az egészet, de hát a jobb, győzzen a jobbik. Hány sportolóval érkeztek erre a mai rendezvényre? Došlo je 5 sportista. 5 sportoló jött Törökbecsére. Mint vezetőbíró, mire figyeltek egy verseny alatt? Hát mi ugye a lánykontaktnak vagyok a vezetőbírója, ezért nagyon-nagyon odafigyelünk arra, hogy a lánykontakt ugye azért light, mert lánykontakt. Tehát az azt jelenti, hogy fél erővel viszünk be ütést-rúgást, tehát nem lehet teljes erőből, ha ezt valaki megteszi, ugye azonnali leléptetéssel jár, mert azért lánykontakt. Milyen pontrendszert használtok egy-egy verseny alatt? Ugye van egy ilyen, hogy Sanda és Light, Csinda rendszer szabály, ezt ugye a világbajnokságon és az Európa bajnokságon használják, mi ugyanazt használjuk a Magyar Kungfuszak Szövetségnél. Nálunk ugye dobások is vannak, ugye például úgy történik, hogyha valakit fejen ütnek, ugye az 2 pont, ha testen, akkor ugye az is, ha fejbe rúgják 2 pont, ha testen, akkor 2 pont, ha combost rúgnak, külső-belső az 1 pont, ilyen normális pontozás rendszer szerint. És akkor vannak bírók, akik ilyen klikkeket használnak, és a pontozás szerint. Ha valaki lekerül a földre, az attól függ, hogy ha együttesen értek földre, akkor nincs pont. Ha az egyik ért először, aztán a másik rá, akkor az ugye 1 pont. Ha az egyik esetleg a másik állva marad, az 2 pont. Mit kell tudni a kungfuról? Miért javaslod ezt a gyerekeknek? Hát azt kell tudni róla, hogy ugye a kungfu ez nem egy sportág. A kung fu az egy harcművészet, ez nagyon fontos. Sokan összekeverik a sportággal, és összekeverik azzal, hogy mi a harcművészet. Ez harcművészet, tehát az azt jelenti, hogy egy élet is szinte kevés ahhoz, hogy a kung fut valaki igazán megismerje. Azért javaslom, mert ugye a mai világban sajnos a legtöbb fiatal az ugye hozzászokott a modern élethez, a okostelefon, a tabok, stb. És mindenki otthon ülő lett, és ugye ez egy nagyon-nagyon jó kikapcsolódás.
ugye a feszültség levezetése, és ugye egy nagyon jó közösségben vehet részt. Mi a véleményed erről a mezőtúri rendezvényről? Én most vagyok először itt, úgyhogy erre még nem fogok tudni mit mondani. Ígérem, hogy ha a közepe fele megkerestek, akkor biztos fog tudni rá válaszolni.